kicsit bajban vagyok, mert rendkívül módon elszólaltok a dolgom, hogy itt lehetek nálatok, ha lehet, akkor tegeződjünk, mert talán könnyebb maga beszélgetés, hogy a kérdéseket föltenni. Amit én kint hallottam, és amit tudok erről a családról, hogyha mondhatom, az rendkívül megható. Hát az, hogy emberek eljönnek ide szeretetet és hitet kapni, az nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon boldogá kell lépni. És egy kicsit képmutatásnak tartanám, hogy én most elkezdjünk keseregni a saját életemről, hiszen itt a teremben mindannyiótoknak sokkal keményebb és nehezebb az élete, mint amilyen az enyém. Most ez alatt az egy év alatt nagyon nehéz volt, de ezt is magamnak köszönhetem. 25 előadásom van havonta, ha nem ott játszottam, akkor az RTL Klubban szerepeltem, tehát gyakorlatilag minden este dolgoztam. Kívvonalban című sorozatnak voltam a főszereplője. Tehát ennél följebb, vagy ennél, hogy mondjam, ennél többet vállalni sem nagyon lehet, meg ennél nem is nagyon lehet többet elérni. Mondjuk 44 évesen Magyarországon. És színészként természetesen. És ezt sikerült tönkretennem. Azzal a bizonyos hajnallal, amikor neki mentem egy teljesen vétlen embernek, aki semmi rosszat nem tett nekem, ő csak annyit tett, hogy ment reggel a piacra, és végezte a dolgát. Csak is és kizárólag az én felelőtlenségemen múlott az, hogy aztán ő olyan súlyos sérülést szenvedett, amitől még ma is várja. Talán ez a hely éreztette meg bennem eddig a leginkább, hogy ezt jó csinálni. Magát a történetet szörnyű elmondani, és nagyon rossz megélni. De azt mondjuk nagyon-nagyon jó érzés, hogy ilyen szemeket látok, és ha elvegyek, akkor talán már emlékezni fogok erre a lépten. Szóval megtörtént a baleset, és aztán következett ez a bizonyos borzalmas. Amikor hazamentem, akkor először természetesen mindenki borzasztó dühös volt rám. Ancsika rögtön egy irdatlan pofont adott, amikor odaért a baleset színhelyére. De aztán miután család vagyunk, és mert szeretjük egymást, onnantól kezdve csak a támogatásról. Soha egyetlen egy alkalommal sem bántottak, hiszen látták, hogy év elég tartani azt, ami történt. És akkor jött a bulvár, akkor jöttek a cikkek, amiknek az igazsághoz gyakorlatilag semmi közük nincs, hiszen ez általában úgy működik, hogy van egy hír, amit mondjuk 3-4 napig tudnak tupírozni, és onnantól kezdve elkezdik generálni a cikkeket. Tehát onnantól kezdve csak annyi az igaz, hogy stólandás, a többi már nem. De nem alkoholt fogyasztok. Esetleg. Egyszerűen ezért, mert szeretek élni, és szeretem magam jól érezni. Csak most már talán ez a baleset, ez az egy év, két hónap, ez most már adott egy fanitól, hogy vajátok, ha kell karácsonykor, kell új évkor, jövök, akkor már reméljük, hogy nem ilyen témákkal beszélgetünk, nem csak mondjuk a színházról, vagy a boldogságról, vagy a családról. És elmegyünk, hogy azt szeretném, hogy egy kicsit én is a családok tagja lehetnék. Minden. Rengeteg hívő írt nekem levelet. Rengeteg idézetet kaptam a Bibliából. Egyáltalán nem furcsa módon, hiszen gondolom, hogy a kereszténységnek, illetve egyáltalán a vallásnak a szeretet az alapja. Nyilvánvalóan ők sokkal nyitottabbak és sokkal adakozóbbak voltak érzelem szempontjából is, mint mondjuk egy átlagember vagy mondjuk egy ateistának. De érdekes történetet tudok mondani. Az egészen biztos, hogy valaki vagy valami rám odafent vigyáz. Azt szoktam mondani, hogy nekem nem egy őrangyalom van, hanem egy egész őrangyal rajom, de azok már nagyon fáradtak. De képzeljétek el, és itt van a Misi barátom, aki engem hord az autóval, mentünk le Pécsre, szintén egy ilyen beszélgetésről, Szentgotthárdon voltunk, ugye, őrségben, és az őrségből mentünk le Pécsre, 240 km, és besötétedett. És direkt mondtam Misinek, ugye én vadásztam, hogy menjünk gyorsan, mert tudom, hogy ez egy vadban nagyon gazdag hely, és nagyon olyan utakon megyünk, ahol vigyáznunk kell majd az átváltásokra. És képzeljétek el, ránk sötétedett, és mentünk, siettünk, mert oda kellett jönni a színházi fesztiválra, és sem egy vadat nem láttunk egész nap, de még egy szempárat se éjszaka. És képzeljétek el, egyszer csak mentünk ugye 110-el, amennyiben lehetett az autóval, és a tök sötétben, és egyszer csak az autó így sem és megállt, és ablakunkba fölnéztünk, és az úton így keresztbe állt egy időszak. És biztos, hogy elütöttük volna. És akkor azt mondtam is, hogy na, most már ugye biztos, hogy valaki vigyázz. De ez így történt. 260 km-en keresztül nem volt semmi, és ott szétdurrant az autó. Igazából nem is volt semmi baj, teljesen érthetetlen módon felforrt a víz. És
gyakorlatilag leblokkolt a motor, és fölnéztük, és ugye megnéztük, hogy mi a nincs, nem van, és láttuk, hogy, bocsánat, hogy ki van akadva a hőmérsékletjelző. Fölnéztük, és abban a pillanatban ott állt az ősztörünk 20 méterre, kihézettem az ősztörünk. Szóval ilyen jelek vannak. És azt bizonyítja, hogy most itt van. Tehát a hitedet ne veszítse le. Nem, semmiképpen. És a saját maga terti békéjét. Ez a legfontosabb az életben. És ezt ő mondjuk azt érdekli szerettek, azok azt mondták, hogy hát a lelkükbe vágtam be. És én most azt gondolom, hogy ez az utam, hogy újraadni. Akár így, akár a színpadon. És remélem, hogy erre lehetőségem lesz még jó sokáig. Köszönöm. A juhásznak úgyis nagy melege vagy. Szerelem tüzeig fiatal színében úgy legelteti anyát a falu végen. Falu végen nyájani szerte legerész, ő addig subáján a fűben heverész. Tenger virág nyílik tarkán körülötte, de ő a virágra szemét nem vele. Egy kőhajtásnyira folyt ő a patak, bámuló szemei oda tapadta. De nem ám a patak csillámuló habjára, hanem a patakban egy szőke kisjány. A szőke kisjánynak karcsú termeti, szép hosszú hajára, gömbölyük kevén. Kislány szoknyája érdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patak. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, Kukorica Jancsi gyönyörűségére. Mert a pázsit fölött heverésző juhász, Kukorica Jancsi, ki is lehetne más. Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Éluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Éluskája, Kukorica Jancsi így szólt hozzá. Pillancs ide, hiszen ezen a világon csak te vagy ír nekem minden mulatságot. Vesd reám sukarát kökén szemeinek, gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg! Gyere ki a partra, csak egy pillanatra! Rácsókolom lelkem pirosan. Éjfél lehetett már, mikor szemébe tűnt egy pislogó sugár. Amint közelebb ért, látta, hogy ez fény ablakból világít az erdő legvégén. Jancsi a látványra ekép okoskodik. Ez a világ alig a csárdában nem ér. Bizonyára úgy lesz, hála jó Istennek, bemegyek az éjre, benne megpihetek. Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda, hanem volt 12 zsiványnak tanyája. Nem állott üresen a ház. A zsiványok mind a 12-tel oda ment halálba. Éjszaka, zsivány, csákány, pisztolyok. Ha jól meggondoljuk, ez nem tréfa dolog. De az éjancsinnak helyén állt a szíve. Azért is közéjük nagy bátran belépte. Adjon az Úristen szerencsés jó estét! Mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntés. Erről a zsiványok fegyverhez kapának. Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok. Szerencsétlenségnek emberek ki vagy te, hogy lábod emberek tenni egy küszöbre. Van a küszöbre, van-e felesége? Akármit van, többé nem fog látni téged. Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben, e szóta, sem nem lett haloványom színben. A zsiránykapitány fenyegetésére meg nem írt hangon, így módon felele. Akinek életét van miért félteni, ha egy tájt kerülni, nagyon bölcsen veszik. Nekem nem kedves az élet. Hát közétek bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek. Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életbe. Hagyjatok az éjjel megpihenni. There's nothing I can do through the eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Turn around, bright-eyed, and we're gonna
Nothing left.